Hare Krishna, kedves barátaink, végre énekelni is tudjuk sok-sok előadás után, ami fontos, ugyanakkor a lelki gyakorlat, mantra jam, mantra éneklése, és ma fő mantrát fogunk énekelni, ami a legkedvezőbb, minden karmát tisztítja, a aprarabdha palampapam kutam binjat palonmukam. Kráménáve pralíjeta, Vishnu Bhakti ratatmanam. Hogyha valaki bármilyen durva karmával is rendelkezik, bármilyen stádiumban, az vagy megnyilvánult karma, aprarabdha, kráménáve pralíjeta, minden el fog pusztítani, hogyha valaki Vishnu Bhakti ratatmanam. Hogyha valaki gyakorol bhaktit, bhakti jogát, nagyon nagy tudat összpontosítással, figyelmesen. És a Hare Krishna mantra az az, ami embernek a tudatot egybe szedi és fokuszálja a bhakti jogán. Ezért ezt fogunk gyakorolni. Énekeljetek velünk, remélem jó fogtok érezni magatokat, és reméljünk, hogy internet fog működni. Rendben, el is kezdhetjünk. Először természetesen elénekeljünk mantrákat lelki tanítómesternek a tiszteletadása, megkapjunk tőle áldást, és Úr Csétányának, a Pancsatatvának a mantráját, hogy kapjunk mindenkinek az áldását, hogy képesítést kaphassunk arra, hogy tudjunk figyelmesen és jó tudatba énekelni. Akkor el is kezdjünk. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nite Namine
Thank you.
Thank you.
Krishna. Azoknak, akik élőtéznek, itt vagyunk, 10 fő alatt vagyunk, ne izguljunk, sajnáljuk, hogy nem vagytok ti is velünk, de nem lehet, pont 9-es fésfél. Én vagyok a fél. Vagyunk, és folytatjuk másik dallamot, az is Vrindavani dallam lesz, amit nagyon-nagyon jó hangulatom. Thank you.
Hare Rama.
Thank you.
Purna Shuddha, Shuddha. Ez azt jelenti, hogy öröki szabad, habár ránk hatnak a kötőerők, gravitáció, többféle anyagi törvény, Hare Krishna mantra, ez nem anyagi hangvibráció, ezért nem rendelkezik, vagy nincsen alárendelve anyagi törvényeknek alá. És Nitya Mukta, mindig szabad, Purna Shuddha, és itt is még egyszer, Purna Shuddha, teljesen tiszta. Szóval nincsen benne anyagi szennyeződés, ezért aki beengedi a fülén keresztül a szívébe mantrát, akkor megváltozik a szíve. Binatvám náma nami náma, nem különbözik Istentől. Bina, a bina, bina az összenyeti, nincs különbség. Náma, a név, és namin. Námin az összenyeti, a névnek a tulajdonosa, nincs kettő között különbség. Magyarul, hogy emberkorban, kalikaliban az avatár, Isten avatárként alászáll a hangformában, a hangvibrációban. Ezért a nagy szentek, ők minden többet vibrálnak a mantrát, hogy semmi minden elfelejtenek, semmit nem csinálnak, csak vibrálnak a Hare Krishna mantrát, mert ők mantra keresztül belépnek a kapcsolatba, személyes viszonyban Istennel, a hangvibráció keresztül. Amikor valaki fejlődik, akkor ért, hogy ez történt, a hang keresztül belépne valahova. De mivel ez egy más törvények alapján működik, nem az anyagi törvények alapján, hanem teljesen más mechanizmusa, ezért amikor tudatiszta, akkor ért, hogy ez lehet, és ez működik. Ezért a Hare Krishna mantra szárvásra a legjobb lelki gyakorlat. Nincs nála jobb és magasabb lelki gyakorlat, mint énekelni Hare Krishna mantrát. Hoppá, 7 óra. És akkor köszönjük szépen mindenkinek, zeniszeknek, nagyon szép volt a helyen, köszönjük. Jó volt a visszaének. A cintányér. Jó dolog. A szerkesztők, a videó, monitor, várjál csak. Operatőr, rendező, hangmérnök, rendező, akkor arra a fotó, mindenféle matadzsik, és a közösség eljöttetek együtt velünk énekelni, támadni bennünket. Köszönjük szépen. És akkor majd reméljük, hogy valamikor többen is tudjuk lenni együtt, és énekelni, és több órát, nem csak 7 szalazni kell, hogy 8-ra hazamenjen mindenki. Remélem, hogy lesz olyan is, amikor köszönjük szépen, és ráadásul szemben ki. Jaj! Mindenkinek szép estét kívánok. Hare Krishna. Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai.